budapesti stúdiójában köszöntjük nagyon-nagyon sok szeretettel Bárány Mártát, aki Ausztráliából, Sydneyből érkezett. Az üdvözletét szeretném átadni Vidd Hírét a Magyaroknak Alapítványnak és a Kárpát-medence természeti értékeiért alapítványnak. Köszönöm. És annak a 70 ország online TV nézőjének, akiknek lehetőségük van a civil multimédia adásait, programját venni és nézni. Én is szeretettel üdvözlöm a nézőket. Kedves Mártika, a mai beszélgetésünknek az a nagyon szép gondolat lenne a témája, hogy a Kárpát-medence a szívem hazája. Igen, ez föltétlenül mondjuk igaz ez a mondás, és én ezt 12 éves koromban hagytam el Magyarországot. De valahogy olyan magyar szülőknek vagyok a gyermeke, akik a magyarság szeretetet már egész pici csecsemő koromtól kezdve belém csöpögtették, és belém oltották. Utána feleségül mentem egy magyar volt repülőakadémikushoz, akinek szintén a magyarság érzete olyan erős volt, hogy ez az élete végéig elkísérte. Azon kívül Németországba bekerültem a Niederaldorfi Magyar Leánykollégiumba, ahol a tanáraink, az igazgató dr. Ravasz Dezső vezetésével, a tanáraink szintén ott a számüzetésbe, a menekült években is, még mindig a magyarság szeretetet csöpögtették belém. Úgyhogy ezért talán az, annak ellenére, hogy 12 éves koromban elhagytam, az az első 12 év és az utána következő évek, azok életem végéig elkísérnek. És valahogy belém oltották azt, hogy én magyar vagyok. Mártikám, az is bizonyára nagyon érdekli a kedves nézőket, hogy hogy kerültetek Németországba, és milyen viszontagságos körülmények között kötöttetek aztán Ausztrália partjainál ki. Hát édesapám a pénzügyminisztériumban szolgált, és ahogy a háború jött, először Hévízre lett lehelyezve az a 18. főosztály, utána pedig Csornára, ami már ott a nyugati határnál van, és ahogy jöttek, előre nyomultak az orosz és hát a háború mondjuk jött, édesapám és édesanyám összeültek, és arról akkor már nagyon-nagyon rossz híre volt, már az, annak a híre, hogy a szovjet megszálló csapatok hogy bánnak a nőkkel, az elérkezett hozzánk, és ezért apám, anyám úgy határozta, hogy a három nővel, hogy úgy mondjam, a két lányával és a feleségével apám szintén elindul a nyugatra menekülő magyar csoporttal. Ez pontosan mikor volt? Ez pontosan 45, Sopronból indultunk, 45 márciusában. 45 nagypéntek éjjelén léptük át a magyar határ Sopronnál, és akkor ott Wiener Neustadt alatt ment tovább. Ez a pénzügyőrségnek voltak teherautójai, és ezekkel a pénzügyőri teherautókkal megrakva, ezzel indult neki ez a menekült csoport. Én végén egy körül majdnem egy hetes út után elérkeztünk föl Bajorországba, a cseh határ szélére, egy kis faluba. Hogy miért azt választották, nem tudom, mert én nem voltam benne. Még 12 éves, mint 12 éves gyermeket mondjuk nem vontak be abba, aki elhatározza, de ott kötöttünk ki, és ott egy iskolába kapott helyet ez a menekült csoport.
ott aztán ott vártuk be az amerikai csapatokat, ami egy érdekes találkozás volt, mert be a falunak a főterére begurult egy nagy amerikai tank, annak kinyílt a teteje, mi gyerekek ott álltunk körül, és az amerikai katonák rágógumit és csokoládét dobáltak szét a gyerekeknek. Úgyhogy ez egész föltétlenül kellemesebb találkozás volt az ellenséges csapatokkal, mintha az oroszokat várjuk be. Ugye? És ez volt végig, én emlékszem rá, az első néger embert életemben akkor láttam, és meg voltam ijedve, mert egy fekete arc, fehér a mosolygott, amiből a fehér fogak kitűntek. Érdekes találkozás volt. De mindesetre, és aztán ott voltunk ebbe a kis falucskába, édesapám később, szóval ott a helyi malomba kapott valami, a malomnál segített, ezért kaptunk búzát, de bizony az ellátásunk az olyan volt, hogy az mindenki, ami még volt valami értéke, ékszerek, azokat adták el a helyi parasztoknak, és abból vásároltunk ennivalót. Ezzel azon kívül kijártunk az erdőbe gombát szedni, áfonyát, epret, amit lehetett, azt mindent a környező erdőkből, és jártuk mert hát abban az, ugye Németországban még akkor jegyrendszer volt, tehát nem olyan volt, hogy bemegyek az üzletbe és megveszem, amit akarok. Tehát mi jártuk a környező falvakat, a parasztokat, ugye, amit hamsterolásnak neveztek, az ember elindult, és akkor elment az első parasztházba, és akkor azt mondta, kérem, adjon egy tojást, vagy egy kis tejet. Ha kapott az ember, akkor megköszönte, ha nem, akkor ment a következőbe, és ez így ment végig. Szóval így éltünk. De aztán ott megindult, volt velünk egy magyar tanárnő, aki összeszedte az iskoláskorú gyerekeket, és a helyi kocsmába kaptunk egy termet délelőtt, és kora délután, és ott beindította az iskolát. Tehát ott már tudtam bizonyos fokig folytatni az iskolát. Utána később lent megalakultak a magyar iskolák Németországban, Passauba is, de a magyar leánykollégium az Niederaldorfba. Én oda bekerültem, és aztán ott jártam több gimnáziumot, és ott végeztem. Ez már 1946-ban volt? Hát ez 47-ben kezdődött a leánykollégium, 47 januárban attól kezdve. És akkor ott voltam. És aztán később aztán édesapám a Fekete-erdőbe kapott munkát. A Fekete-erdő a franciák, ott a francia rész volt az, megszálló csapatok voltak, és a franciák a Fekete-erdőt kapták meg a németektől jóvátételként, hogy fakitermelésre, és erre szükségük volt ugye favágókra. És a magyar volt katonatisztek például nagyon jó favágónak mutatkoztak. Édesapám a fűrésztelepen dolgozott. Úgyhogy így aztán később oda kerültünk, és onnan aztán akkor bebizonyosodott, hogy vissza nem lehet jönni. Nagyszülei még 45-ben velünk jöttek, de ők 46 végén ők visszatértek Magyarországra, nagyapám akkor már nyugdíjas volt, úgyhogy nekik nem volt mitől félni, de apám a beosztása miatt azt a hírt kapta Magyarországról, jobb, hogyha nem tér vissza. A család hova falusi volt? Hát anyám a szegedi lány volt, apám viszont bihari, nagyváradi család volt. Ja. De én nekem, mivel hogy apám a pénzügynél szolgált, én megszülettem Szegeden. Onnan mentünk Mohácsra. Onnan mentünk Kaposvárra.
Onnan, amikor a felvidék felszabadult Rimaszombatra, onnan apám, mikor Erdély visszatért, kérette magát Nagyváradra, onnan került aztán Budapestre, úgyhogy én 12 év alatt úgy körbe laktam Magyarországot. Úgyhogy tulajdonképpen többet láttam Magyarországban, mint kisgyerek, mint sokan, akik egész életükben itt laknak. Ja. De hogy visszatérjek aztán Németországra, az 50, ugye a 47 után megindult, akkor lehetett látni, ugye lement a vasfüggöny, és visszatérni már nem lehetett. Tehát ekkor indult meg a kivándorlás Európából. Ugye Dél-Amerikába, Amerikába, Kanadába, és végül Ausztráliába is. Szüleim úgy határoztak, hogy Ausztráliát választák. Próbáltunk ugyan Amerikába, de az nem jött be, és a végén ismerősökkel együtt Ausztráliát választották. És így a 1950 novemberébe szálltunk hajóra Bremenhavenba. Miért választotta a család Ausztráliát? Nem tudom. Erre nem tudok, mert én ugye akkor 17-18 éves voltam, úgyhogy éppen 18 éves voltam, úgyhogy nem. Mert valahogy, mert mások is oda mentek, és Dél-Amerikát nem akarták, Kanada nagyon hideg, és így hát Ausztrália volt, aki bevette akkor a munkásokat. Mert a munkásokra volt szüksége, és bevette a magyarokat is. Ja. Úgyhogy így kerültünk aztán Ausztráliába, a, mondom, 1950 novemberben ültünk hajóra, és ez a hajó később hajótörött lett, úgyhogy 65 napig tartott, amíg a Melbourne-be megérkezett. Hogy lett hajótörött? Úgyhogy egyszerűen a motorok fölmondták a szolgálatot, valahol az Indiai óceán közepén, onnan kellett minket be, egy angol hajó vontatott be Fremantle-be, ott átszállítottak egy másik hajóra, és azzal vittek bennünket Melbourne-ig. Ezt és hány kilométert tettetek meg, amíg elértetek Ausztráliába? Nem tudnám megmondani, nagyon sok. Hát 65 napot. És 20 ezer kilométer fölött van. Ja, nem tudom, nem tudom. De mondjuk ennek talán egy ok, amiért ezt nem találtam olyan hosszúnak, mert a hajón ismertem meg a férjemet. A nagy szerelemmel. Igen, én ott ismertem meg, és 65 nap alatt megvolt az eljegyzés, ugye? És már mint mennyasszony vőlegén szálltunk, hogy a partra. Partra Ausztráliába, ugye? Na most Ausztráliába annak idején, és a Melbourne-be szálltunk ki, onnan vonattal vittek minket Bonegillába, ami akkor volt a bevándorló tábor. Az egy volt katonai tábor volt, ilyen barakokkal, de hát az nagyon jó volt ezeknek az európai úgy, displaced persons, amint mondják, sehova nem tartozó embereknek. A Kárpát-medence után milyen táj fogadott? Hát teljesen más. Teljesen más. Ausztrália, különösen januárban érkeztünk meg, ami száraz, ugye az a nyár. A nyár közepén nagyon meleg volt, eléggé kopár volt, hogy úgy mondjam, mert a hosszú nyár alatt, a nagy meleg alatt kiszállt, és valahogy a szén, nem rét volt, hanem széna volt a réteken. És úgyhogy egy teljesen idegen világ fogadott bennünket. Ugye azt lehet mondani. És akkor abban az időben Ausztrália úgy vitte ki a bevándorlókat, hogy 18 éven felülieknek mindenkinek alá kellett írni egy 2 éves szerződést az ausztrál állammal, hogy oda megy dolgozni és olyan munkát végez,
amit az ausztrál állam kimér. Akkor mi azt nem tudtuk, de az akkori ausztrál bevándorlásügyi miniszter aláírt egy egyezményt az ausztrál akkor elég erős és nagyon baloldali szakszervezetekkel, hogy ezek a bevándorlók csak a legalantasabb munkát kaphatják. Tehát nem csak az, hogy gyárba, de a gyárba is a legalatt, csak azt kaphatják. Az ausztrálok féltették az ő mondjuk jobban jövedelmező állásaikat. Na, tehát így kerültünk Bonegillába, ebbe a táborba, ahol nagyon sok más európai is, lengyelek, magyarok, észtek, baltiak, Németországból, szóval ott kötöttek ki. Na most ott mentem, ott kellett megesküdjünk. És hát azért kellett megesküdni, ami talán furcsán hangzik, hogy meg kellett esküdni, mert a férjemnek is alá kellett írni a szerződést, és abban az időben az egyedülálló fiatalokat elvitték Taszmániába fát vágni, erdőirtásra. Viszont én, aki szintén aláírtam, alá kellett írjak a szerződést, mert éppen csak, hogy a 18 évet betöltöttem, én mentem volna a szüleimmel valahol északra, Newcastle-ba, mert apámat a vasgyárba, a dr. Dráveczky István a vasgyárba kezdte, sok más hasonló magyar bevándorlóval együtt, a Newcastle-i vasgyárba volt beosztva. Tehát azt jelentette, hogy ez a Tasmania és Newcastle ugye 1500 kilométer körül lehetett egymástól, tehát nem lehetett tudni, hogy valaha, mikor fogunk tudni egyáltalán találkozni. Mert ő neki 2 évet kellett ott ledolgozni, én nekem 2 évet kellett Newcastle-ba ledolgozni, ugye arról volt szó. Tehát az, hogy mi együtt maradjunk, az egyetlen megoldás volt, hogy összeesküdjünk, és akkor mégis nem küldtek együtt. Ja, akkor tudtunk együtt maradni. És akkor megesküdtünk. Az első munkánk az szőlőszüretelés volt. Nem volt könnyű munka, mert a februári nagy melegbe, Ausztráliába napi 10 órát kellett gyümölcsöt, szőlőt szedni, eléggé alacsonyan voltak a szőlő, mazsola szőlőt szedtünk, emlékszem rá. Úgyhogy az egy elég komisz munka volt, legalábbis én nekem, aki addig mondjuk iskolában járt, és úgy nem volt hozzászokva az ilyen fizikai munkához. Úgyhogy ott kezdtük, akkor utána onnan, mikor lesz a szüretnek vége lett, visszavittek bennünket Bonegillába, és akkor onnan szerencsére Sydneybe küldtek föl. Apámék is aztán később át tudtak Sydneybe kerülni, úgyhogy aztán Sydneybe találkoztam a szüleimmel, és akkor ott tudtunk egy helyen létezni. Az év decemberében megszületett a kisfiam, és akkor így lassanként kezdtük az életet. Ugye én aztán engem fölmentettek a gyári munka, szóval a munka alul, mivel hogy gyereket vártam, és aztán később aztán ismét csak gyárba dolgoztam egy darabig, de letettem egy vizsgát, mint könyvelői szakképzettséget szereztem, és így tudtam irodába dolgozni. De ez már jóval később volt, ugye? De addig sokféle gyárt végigjártam, ugye? Szóval így kezdtük, a férjem a vasgyárba dolgozott, aztán a gázgyárba dolgozott, aztán tudott egy rövid ideig a repülő, mert ő neki megvolt a pilóta vizsgája, de ő akkor megvolt neki a repülőgép szerelői vizsgája is megvolt, tehát jóval, mikor már a 2 év letelt, akkor tudott aztán a repülő, ott a reptéren, a repülőgyárba elhelyezkedni. De később aztán ő
mindig szeretett volna önálló lenni, hát a repülés az sajnos arról le kellett, hogy mondja, mert az nem lehetett. Az teljesen újra kellett volna kezdeni, angol tudás, és nem csak az, de abban az időben ugye nagyon sok angol és ausztrál, a háború végével sok angol és ausztrál pilóta ugye jött a piacra, és természetesen elsősorban a légitársaságok ezeket alkalmazták. Úgyhogy sajnos a férjének föl kellett mondani a repüléssel, és aztán ő szépen önállóan akart valamit kezdeni. Különböző kezdeményezések után valahogy a festék, egy magyar festővel társulva elkezdte a festészetet. És így a végén a Sydney egyik legnagyobb ilyen festővállalata lett, amiben sok nagy épület az ő mondjuk munkájához tartolódik, ja, kapcsolódik. Úgyhogy szóval az ember így lassanként dolgozta föl magát. És általában a magyarok elég szépen föl tudták dolgozni. Édesapám például visszament az egyetemre, visszament, ő szerette volna elvégezni, mert a jogi végzettségével nem tudott semmit kezdeni, szerette volna mérnökit elvégezni, azt nem tudta, mert az angol tudása nem volt neki elég ahhoz, hogy a mérnökit tudja végigcsinálni, de egy technikai rajzoló azt el tudta érni, és aztán élete végig, mint technikai rajzoló dolgozott, és nagyon szerették, és nagyon megvoltak. Szóval, de mondom, magyarok általában, talán a magyarok és a baltiak voltak, akik legelőször föl tudtak a két év után, ugye a munkás sor után tudtak fölemelkedni. Martika, és a te személyes karriered, hogy alakult a három gyermek? Hát szóval én aztán, ugye először dolgoztam gyárban minden, de aztán a második jött 56, és akkor 57 elején született a második kisfiam. Mi bekapcsolódtunk a magyar munkába, és a 56 szükséges volt megalapítani a Caritas társaságot, ezt én is benne voltam ebbe, ez egy katolikus kezdeményezés volt, amit, illetve nem lehet mondani, hogy katolikus, mert nem volt, szóval valláson felüli kezdeményezés volt, de ez arra alakult, hogy a magyar, a 56-ban odajött magyarokat segítse és próbálja minél hamarabb valami vég munkához juttatni, és így tovább, lakás, és így tovább. Szóval ebbe vettem részt, és ennek alapján szükség volt arra, hogy én akkor már elég jól tudtam angolul, mert már az intézetben tanultam angolul, és nagyon jó angol tanárnőm volt, és hamar aztán, amit kellett, ott a gyakorlatot hamar fölvettem, és így nagyon sok alkalommal kellett tolmácsoljak ilyen újonnan érkezett magyaroknak. És ebből jött az, és fordítani is dolgokat, és akkor ebből jött az, hogy tovább képeztem magamat, és később azon dolgoztunk, hogy Ausztráliában legyen ilyen community interpreting, ez ami azt jelenti, szóval nem csak bizonyos szakokra szakosított tolmácsok, hanem ennyi általános tolmács, akik kórházakban, bíróságon és különböző ilyen mindennapi életben tudnak tolmácsolni. Szóval hogy az állam ezt bevezesse, ugye ezen dolgoztunk, többen köztük én is, és így ezzel kapcsolatban aztán le tudtam tenni a fordítói és a tolmácsi vizsgát, és akkor ott dolgoztam, a bevándorlásügyi minisztérium volt az első, amelyik a telefontolmács szolgálatot felállította, és aztán én is oda bekerültem, és ott dolgoztam hosszú éveken keresztül. És különböző vizsgákat letettem, úgyhogy pillanatnak nekem megvan
ami magyar nyelven a legmagasabb szint, ami elérhető. 5 szinten van Ausztráliában a tolmácsák, a magyar a harmadik szint, ami legmagasabb, ami elő. Magasabb szinten nincsenek vizsgák. Szóval ezt tudtam elérni. Mártika, tudomásom szerint nagyon aktívan bekapcsolódtatok az ausztrál társadalmi életbe, és nagyon megbecsült polgárai voltatok, vagytok a férjeddel, családoddal. Erről is légy szíves már a magyar érdeklődőközönségnek, szóval, hogy hogy nézett ki az a család, aki mondjuk, polgárjogot kapott ott a társadalmi közéletbe. Ausztráliában mindenki, akinek állandó letelepedési engedélye van, az idővel kérheti az ausztráliai polgárjogot, illetve állampolgárságot, ugye? Mi azt hiszem 7 évig volt, már ott voltunk, közel 7 évig, amikor először kértük, leginkább azért, mert nem volt rá szükségünk, nem tudtunk volna sehova se külföldre utazni, mert azt nem engedhettük meg magunknak, úgyhogy, de miután először is a magyar társadalomba vettünk részt mind a ketten. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy hát magyarok vagyunk, és valahogy természetesen a társaságunk is mind magyar volt, és odahúztunk. De a másik pedig az volt, hogy a gyerekeinket is tudjuk. Tehát így a cserkészetbe, a táncsoportba, és azokon a helyeken is dolgoztunk, ahova aztán a gyerekeinket tudtunk magunkkal vinni. Nekünk mind a három gyermekünk, 2 fiam és 1 lányom van, de mind a három gyerek cserkész volt, magyar cserkész volt. Ebből 2 gyerek, a fiam és a lányom a táncsoportba táncoltak. Ugye? Tehát ezzel mi 2 dolgot értünk el. Az egyik az, hogy tudtuk, hogy a gyermekeink jó társaságban vannak, tehát esetleg nem, és tudjuk azt, hogy magyar társaságban vannak. Tehát így tudtuk mondjuk a gyermekeinkbe is egy magyarság érzés bele. Az én kislányom például akkor már Ausztráliában lehetett magyar nyelvű érettségi, magyar nyelv, mint érettségi tantár, és a Jutka lányunknak érettség, magyarul is érettségizett. Szóval az az egyik tantár volt a magyar nyelv, amiből ő érettségizett. Ugye? Szóval, és így tudtuk, hát a férjem aztán igazgatója volt, illetve elnöke volt a Magyar Háznak. Én ugye részt vettem a nőszövetségbe, a cserkészetbe, a táncsoportba, a népi táncba, és még másokban is írtam. Nem tudnám, de szóval nagyon sok részt vettünk. Ez, mondom, ennek 2 oka volt, az egyik az, hogy magyarok, ja, és a református egyházban is részt vettem, igen. A másik pedig a gyermekeinket is abba az irányba tudjuk vinni. Ja. Mert igen, és hogy állnak az utódaitok a magyar nyelvvel és a magyarsággal? Hát nekem mind a 3 gyerekem beszél magyarul. Az unokáim közül 7 unokám van, ezek közül 3 beszélnek magyarul. Az Andris unokám az 1 évet itt volt pár évvel ezelőtt a Balassi Intézetbe tanult, ja, magyarul, de hát a többi unokáim is mindegyik mondjuk tudják azt, hogy a magyar származású, de ők nem beszélnek mondjuk úgy magyarul. De szóval azért mindegyikben van magyar érzés. Tehát a harmadik generáció, mert a unokáid az már a harmadik generáció, negyedik. Már. Hát a szülők, ti, igen, hát igen, ez már a negyedik generáció. És ők hogy viszonyulnak a származásukhoz? Érdekes-e számukra, fontos-e? Vagy szóval ők már azért annak a földrésznek az állampolgárai? Ez már olyan is. Mindegyik tudja azt, hogy magyar származású, de különösen az Anikó unokám, aki Angliába él, mert oda ment férhez, ő jobban kötődik Magyarországhoz, mert közel van, ugye? Közel elérheti. Most is például jön decemberben a karácsonyi vásárra, Budapestre, és így tovább. Azok, akik Ausztráliába élnek, ugye,
ott mindegyik nagyon jól tudja, hogy magyar, és ha van valami magyar előadás, vagy ilyesmi, akkor szívesen elmennek, de ott azért ott már nehezebb megtartani azt a bizonyos közeli kötődést. Mi a híd Kárpát-medence és Ausztrália között? Messze vannak egymástól? A híd az, hogy minden évben hazatérek. Az, hogy én itthon olyan jól érzem magam. Ugye? A férjemmel annak idején úgy gondolkoztunk is azzal, hogy mi lenne, ha mi már rendszerváltás után, mi lenne, ha mi hazaköltöznénk, ugye? De és akkor utána úgy végig gondoltuk, hogy nekünk a gyermekeink és az unokáink Ausztráliában vannak. Nekünk már sajnos nincs. Túl sok idő elmúlt, nekünk már nincs visszaút. Mi nem tudunk, ugye? De úgy próbáltuk ezt megoldani, hogy amikor már lehetett, amikor tudtuk, minden évben hazajárjunk. Hát így például a férjem itthon halt meg Magyarországon, éppen itthon voltunk, amikor ő meghalt. Megtem. Bemutatta a Kárpát-medence értékeiért alapítvány azt a kiállítást, amit a Pálffy professzor kutató munkája eredményeképpen jött létre, és neked nagyon megtetszett ez a kiállítás. Ez egy végtelen, egy nagyon nagy, engem mindig az eszembe volt, hogy mi magyarok nem eléggé hirdetjük a külföld előtt a mi érdemeinket, és az, hogy a magyarság mit adott a világnak. Tehát így a Nobel-díjasok és a magyar tudósok az engem mindig nagyon, és valahányszor előadást kellett tartsak Ausztráliába, ausztráloknak, ugye, akkor mindig megemlítettem azt, hogy amikor valaki golyóstollal ír, azt egy magyarnak köszönheti, ugye, vagy a karburátort, és így tovább. De éppen ezért ez, amit a Pálffy professzor összeállított, ez egy végtelenül értékes összeállítás. És én nagyon-nagyon örülök, hogy ezt most a találkozóra ezt mondjuk be tudjuk mutatni. De ez nem akármilyen találkozó, hanem az Ausztráliai Magyar Föderáció 4 évenkénti nagy kulturális rendezvénye. Rendezvénye, igen. És a te kedves személyiségedbe tudjuk üdvözölni az Ausztráliai Magyar Föderáció kulturális találkozójának a főrendezőjét. Igen, mondjuk azt, hogy én rám sózták ezt a szerepet. De miért sózták rá? Mert tudták, hogy meg tudod csinálni. De meg 94-ben szintén már egyet rendeztem, és az nagyon sikeres volt, ja, ezért. Esetleg a beszélgetésünk vége felé közeledve, ha elmondanád, hogy a föderáció az hogyan működik ott, mi a jelentősége, illetőleg ennek a kulturális találkozónak mi a jelentősége, lényege? Hát mondjuk a kulturális találkozónak az a jelentősége, hogy Ausztrália különböző államai, Ausztrália ugye nagyon nagy, Nyugat-Ausztrália és például New South Wales között ugye 4000 kilométer különbség van, illetve távolság van, úgyhogy hogy ezek összehozza, és hogy találkozzanak egymással. A másik pedig az, hogy ezzel esetleg az ausztrálok felé is mutassuk a magyar kultúrát, a magyar értékeket. Ugye? Úgyhogy ezért én nagyon örülök neki, hogy ezeket a magyar Nobel-díjasokról szóló előadást tudjuk ott ennek a keretében megtartani. Kiállítási anyagot elviszitek. Ja, elviszitek tudjuk, mert a technika eszközével. Igen, ja.
Szóval ezért nagyon örülünk neki, hogy ezt tudjuk ottan bemutatni, és remélem azután Ausztrália többi városaiba is elkerülnek ezek a magyar, és hogyha meg lesz az angol nyelvű, az még fontosabb lesz. Mert az fontos, hogy mi magunknak is megmutatjuk, mert mi magyarok is nem föltétlenül mind tudjuk tényleg ezeket az értékeket. De még fontosabb, hogy a külföldnek megmutassuk ezeket az értékeket. Én szerintem ez még fontosabb, mint az, hogy önmagunknak. Igen, ez a találkozásunkkor és az ismerkedésünkkor is ezt hangsúlyoztad, hogy a nem magyarok is tudják azt, igen, hogy mit adtak a világnak, igen, és a világ fejlődésének. Ez ami olyan nagyon fontos. Mártika, búcsúzásképpen szeretném megkérdezni, hogy mi az a vonzerő, ami téged a Kárpát-medencébe, a szíved hazájába visszahoz? Az, hogy itt születtem, és itt olyan jól érzem magam. Itt magyarul beszélhetek, és mindenki, és magyarul válaszolnak nekem.